mi a lényeg ebből. A lényeg az, hogy én gyerekkoromban többek közt mázolt, tehát képek gyártása, stb. Az ön. És elkövettem egy képet, több, sok képet elkövettem, és akkor elteltek az évek, jött ez, jött az, és egy barátomnál külföldön belebukkantam egy festőbe, Max Ernst. A festő neve Max Ernst. A világ egyik legnagyobb arca volt. Ő se tudta egyébként. Csönd szemei. Na most az volt ebben a, és összekapcsolom a karmát és a képet, a sztorit, a storyboardot és a karmát, hogy majdnem ugyanezt festettem meg én is. Anélkül, hogy ebben semmi para nincs, most ne értsetek fél, sem metamezők és Hartmann vonalak, egyszerűen a kor, vagy nem tudom micsoda. Én például Hans-Rudi Gigert ismeritek, talán a Évien alkotó. Hans-Rudi, megdöbbentően érdekesek a képei, egy svájci nagyon gazdag faluba született. Ez megint a Zeitgeist, tehát azért mondom, minden össze fog függeni mindennel, ezért ne higgyétek, hogy ugrabugrálok bolhaként itten a tép. Ezek mind ugyanarról fognak szólni. Ugyanis ez a Hans-Rudi Giger, aki egy nagyon gazdag svájci falu, nagyon gazdag családjába született, amely családi házban volt egy pince. És ő lement és szorongott és félt és stb. Ha nem láttátok ezeket a megkövült hullákat, csontvázakat, amiket ő ilyen elképesztő technikával. Nézzétek meg, jó? Ezt le is zárom ezt a részt. Hans-Rudi Giger, a tag, teljes toxikomán egy bunkó, egy unintelligens, primitív állat volt, mint a Dali meg ezek, de megdöbbentően átüt üt rajtuk ez a nevező korszellemnek, nem túl jó szellem. És ettől ugye sok zenész is van így, akiknek én megbocsájtom, hogy milyen elképesztően taplók és hülyék, de valamikor áttör a tehetség, az a pillanat, amitől minden korábbinál, akkor az adott pillanatban jobbak és fontosabbak és világmagyarázóbbak. És a 70-as években a szocializmus dühöngés, idézője a szocializmus dühöngésének a tetőpontján ez a kép, hogy találkozott, ezt 44-ben festette, bocsánat, 44-ben Amerikában. És hogy majdnem, tehát megvan nekem az a saját, de hogy létezik más világ, vagy hogy mondjam, a nagy közös intellektusban létezhetnek. Lakható, és nem elborzasztó, és valódi más világok. Hadd utaljak itt egy rövid képsorra, a Valériánt láttátok, a Bessontól, a Luc Besson, és a nem tudom milyen bolygó, Valérián is nem tudom. Egy 2 éves. Ott van egy ilyen nyitókép, egy tengerpart, egy másik bolygóról, ahol mindenféle érdekes lények élnek. 1 perc. Na, az ott van még egy ilyen stiched. Vagy az Alien, első Alien, a 79-es Alienben, amikor leszállnak és bemennek az űrhajóba. Ott is van egy ilyen enyhe stich, ahol vagy még talán nem jut eszembe most, ezzel a kvantumkomputerrel csináltak egy sorozatot, a Devs, a Deusnak a torzítása, Devs egy sorozat, ahol szintén megérzitek, meg lehet érezni egy pillanatra csak ezt a 22. századot, most egyel lépünk. Ez elég ritka, mert borzalmasan le van nyargalva ez a toposz. És majd erről beszélhetünk, a sci-fi írók mérhetetlen stupiditása és károkod. Ebből következően a halandók agyának felnyitása helyett annak lezárásában érdekelt irodalmi piac és stb. Zenében? Hát nekem nem tudok sok jót mondani, az a baj, sírni meg nem akarok, vagy nagy képüsködni sem, nagyon rühelleném. Az a baj, hogy amikor bejött az ifjúsági zene azon verziója, ami úgy kezdett érdekelni, mert én egyébként más zenékkel foglalkoztam
pisis koromba orgonát építgetett, stb. És rettenetesen tetszett a... Hát nem tudom, nektek mond ilyen valamit, hogy az Inagada da Vida? Ez az, hogy... Most ezt is azt kérem, hogy írjátok föl, légy szíves, és Iron Butterfly, egy amerikai 67-es banda, és annak van egy 16 perces, ami önmagában akkor egy hajmeresztő tény volt, soha meg nem ismételt nótája, és a zenekar előtte és utána elképesztő mennyiségű szart gyártott, hallgathatatlan szart, és csináltak valamilyen, tudjátok, van az a nyíl, ahol a szűz Madonna tartja a gyermeket, és a UFO-ból egy ilyen nyíl, egy fénycsík így lecsap a Jézuska homlokára, 1428 körüljaké. Na ez az Inagada da Vida, ez a szám, ami a mai napig számomra egy ilyen paracsomó rejtély, egy ilyen Zeitgeist, Gubancs vagy Bogáncs, mert egyszer elképzelhetetlen, hogy, hogy lehetett azt a zenét ott Amerikában megcsinálni. Na most ezt csak azért mondom, hogy volt egy-két ilyen agylövés, de rettenet, és nagyon tetszett, amikor már jöttek a torzítók, meg ez meg az, és nagyon tetszett ez a dühöngés, a harag, a hangzás, a stb. Egy nem tetszett, amikor elkezdtek énekelni. De ez az éne, ezt egyszerűen soha, tehát nem tudtam megbarátkozni ezzel a... aztán ráadásul a magyar... Tehát erre most megint kitérhetünk, nem akarok megint itt átkozódni, de hogy ez a lábszagú Magyarországon micsoda éneklés folyt a könyvzenében, hogy milyen elképesztően szarok, mai napig tempótlan, hamis, hihetetlen elképesztően... Bocsánat, ezt majd vágjátok. Énekelni, akkor kiderült, hogy hogy katasztrófa van. Katasztrofális. Tehát a hamisságtól kezdve a pontatlanság, a tehetségtel, stb. Hát most, és a szövegek. És a másik a szövegek. Amit egyszerűen megbocsájtatatlanul stupid, ostoba, stb. Ez később némileg változott az alternatív rockban és a New Wave-ben, ami ott nagyon érdekes. A New Wave-ben nagyon érdekes. 80-as év, igen. A váltás, tehát 77-84 között tulajdonképpen az egy rendkívüli időszak volt nyugaton is. Arról érdemes beszélni, mert az is egy ilyen fejlővés. Hogy... És az volt az utolsó, hagyd tegyem hozzá, és soha többet nem lesz, és nem is volt azt követő. És azt láttam, hogy tehát nem véletlen, hogy ez a produceri felhozatal pumpálta a magyar zenek, az Omegától, stb. Ezektől fölfele ezeket a látszólagos egy-két nyugati megszólalást és lemezkiadást, de utána mindegyik bedöglött emiatt az elképesztő, ami egyébként mondjuk a Vladivostokig többé-kevésbé érvényes volt, mindazon fehérbőrű táncdal rockzenészek esetében, még a lengyeleknél is, ahol azonban, vagy a cseheknél, ahol volt ilyen, hogy az Energit például, vagy a Hagon, az Oszián a lengyeleknél, a Stefka Butka Szufler a lengyeleknél, az SBB talán ezek mondanak. Szóval volt egy maroknyi ilyen zenekar, amelyik elfért volna a nyugati piacon, de ott is a borzalmas szövegek, amik ész. Na most a meglepő az volt, hogy amikor vettem a fáradtságot egyszer már kint, külföldi, stb., akkor hogy mit énekelnek nyugaton, mert hogy amit itt énekelnek, az elképesztő. De hogy ott mit énekelnek, és na most hát háromszor rosszabb, mint amit itt énekeltek. Tehát ott se volt megváltás ilyen értelme, de egy óriási piac volt, egy óriási piac. Ugyanakkor el kell mondjam, hogy hát rajtam átment több ezer lemez akkor hetente kvázi a érdeklődés, lehetőségek, stb. És mégis az volt, hogy most csak arányokat akarok ezzel érzékeltetni, hogy mondjuk a heti, mondjuk csak 100 lemezről beszéljünk, kísérleti, stb. Stb. És sok minden eljutott hozzám. Volt egy-két érdekes nyoma ennek a 60-as évek hippi, elektronikus, olasz hippi zene, nagyon érdekes, egy-két ilyen. De a 100 lemezből 5 percet, ha érdemes volt föl, annyira. Ugyanakkor volt, most nem akarom sorolni ezeket a
Azért nem akarom, mert bár az a zenetörténeti áttörés volt kétségkívül a 60-as évek, az Elvis Presley utáni, tehát nem a blues és nem a borzalmas takony, ez a rockabilly, meg ezek a ször, borza, idiót, tehát ilyen mogyoróagyú, borzalmas szarok, hanem amikor elindult, a Beatles után tulajdonképpen a torzóborz. A karcos, akkor még világ megváltó jövőkép, pozitív jövőképet bíró, a holdra, a yes, ugye, hogy a holdra szállás, van jövő, más világot építünk, más nyelv. A korai Pink Floyd, igen, igen. És tehát igen, és így ezért ott azt kell mondjam, van 50, talán még 100 is legyünk bőkezőek ebben a korszakban. Zenetörténeti jelentőségű zenekar, megváltó és zenetörténeti agybarázda, billegető, változtató, memetikus megváltás, és ez igaz a későbbiekre is, mindazon hátránnyal együtt, amelyek azokkal a korokban vele jártak, a már piac zeneiparrá züllött ifjúsági mozgalmakat kísérve. Tudjátok mi a 78-as? Sherlock, régi lemezek. 78-al kurva gyorsan. Megdöbbentő azért, hogy úgy elment az idő. Elképesztő. Elképesztő. Ma ezt csinálom egyébként, 78-as leveleket Máté G-nak éppen meséltem, hogy Indiába, és ez is összefügg ezzel, tehát megint egy ívet tudunk lerajzolni, hogy az 50-es évek óta jelent meg egyetlen egy darab válogatott olyan diszkográfia Indiában, az indiai zene részéről, amelyekben az akkor kiadott longplay hosszanjátszó lemezek mellett bizonyos mesterek, mert arra fókuszál az indiai zene, többek között, mesterek által a 30-as, 20-as, sőt 1898-ban is már Angliába rögzített védikus zenéknek a hordozói, a se. És én kb. 80-as, 980 körül már siránkoztam indiai szervezeteknél, hogy elmebeteg állatok vagytok, hát ott a trágyadom mélyén, ott van a kincsetek, az a, hát korlátos a kiadás. Ugye kb. 500 ezer title jelent meg, és ennek a kb. Az 500 ezer kiadványnak körülbelül a 4%-a érdekes. Már hogy klasszikus zene. Ezt a 4%-ot mentegetem én most, hogy ezeknek a ingyen persze. Igaz, hogy én megkapom azt, amit korábban nem sikerült. Ott azt szólt, ami nekem mindig hiányzott. Tehát hiába volt ez, meg az, meg amaz, meg a Inagada Davida, meg a nem tudom. Ott azt szólt a mai napig is. Ez így van. Ennek megvan az oka, ez nem az én vagyok az oka ennek természetesen, tehát nem a hanem itt valami olyan összetevő, olyan közös többszörös van ezekben a zenékben, az Inagada Davidától a Amanat Ali Khanig, aki már meghalt 60 éve, ami túlmutat a zenén, túlmutat a úgynevezett művészeteken, a paradigmákon, és így tovább. És Máté G., ha most nem haragszol, rátérnék, ami a lényeg. Most a lényeg, mindazt, amit itt most összelapátoltunk, hánytunk, abból az a lényeg, gyerekek, és itt ezért nem fontos, hogy én hogyan gőzölögtettem kiskoromban az agyamat, mert az rotyog a mai napig is, annél tehetetlen állok előtte, tehát nem tudok mit csinálni. De ami a lényeg ennek az, hogy tehát azért lényegtelen az én személyem, vagy ami, vagy a zene, vagy bármi, mert itt azért azt kell látni, hogy a társadalmunk úgy épül föl a mai napig is, hogy egy olyan rágyszerkezet, ezt most próbáljátok, ez nem lesz könnyű most megenni, de el kell mennünk olyan területekre emiatt, hogy én ezt át tudjam nektek adni, ezt a bizonyos, hogy miért ilyenek a zenék, azok a zenék például, vagy hogy ez a kép miért jó. És ezért kénytelen vagyok most egy kicsit, lehet, hogy untatni titeket, de nem hiszem. Ugyanis azt kell meg elsajátítanunk, és ez a közös többszörös, amiről próbálok itt beszélni, hogy a íróasztalban a 78-as, és a trágyadomban a 78-as, és az Inagada Davida, és az indiai zene, és így tovább, de ezt most a fegyverekről is beszélhetnénk, a csillagászatról. A szinkretizmus,
a kapitalizmus szinkretizmusáról kell itt most beszélnünk, ahol minden a piac része alá és kedvéért van létrehozva és termelve, és az egyik sem nőhet a másik fölé piac szempontból, hiszen az eszmék tőke szabadár. A kapitalistát a mai értelem, tehát értitek, hogy mit akarok ezzel itt, nem ortodox dialektika és foxy-maxiról van. És most jutunk vissza, amire rá akarok kunkorodni, erre a bizonyos társadalmi greed rácsozatra. Ugye olyan szüleink vannak, amiket nem mi választunk. Olyan szoftvert kapunk a szüleinktől is, és aztán minden egyébtől. Ugye a bölcsödei Juliska sokkal nagyobb hatással van Andreára, mint a szülei. És ez így összeáll ez a dolog. És az a szoftver, amit így öröklünk, az öröklő tehetetlenséggel egyetemben, az tökéletesen egy Faraday kalickát hoz létre a tudatban, a mindenkori generáció mindenkori tudatában. Tehát a múlt nem csak családi, hanem kulturális múlt összes vidéc nyomása ül az utódok agyára. Ezért borzalmasan nehéz jól dönteni. Nem is nagyon lehet. Nem is nagyon jól döntenek jól, és egyáltalán borzalmasan nehéz a mindenkori ifjúságnak különféle szinten, módon, de nagyon nehéz, generációnak, nem is ifjúságnak, nagyon nehéz a helyes út, idézőjelben, mert ki a fasz tudja, hogy mi a helyes út, illetve magyar. Egy óriási probléma van ezzel a dologgal, nem csak egy, hogy az a társadalmi rendszer, amelyben most már penészként ugye elterjedt a földgolyón, és kiütött minden egyéb fogyasztási és termelési módot, ez most látszólag legyőzhetetlen, bár ebben a pillanatban egy újabb katasztrófa segítségével inogni látszik, és az alternatív bugyborékok megindultak a mocsárgőzből. De az a lényege, hogy ha megfigyelitek ezt a haladásnak címzett társadalmi gridváltás, színváltást, akkor mindig valamilyen módon az apokalipszis valamilyen lökete nyomja egy picit véletlenszerűen oldalba ezt a társadalmi homeosztátot, ezt az amőbát, ami maga a társadalmi rendszer, és ami nem más, ami az embernek a legfontosabb személy közi interpersonális kontaktusa és agybarázda, mémépítő, barázdáló, mémépítő, interaktív és interpersonális közössége, ez a kommunió, a közösség, az egyesülés, a közösségi lét, amelyiknek ugye tudjuk, hogy a mérete 150 főre terjedt az adott ősemberi törzsi közösségben, és körülbelül ez a nagyságrend, neuron hálózati nagyságrend, ami átláthatóvá teszi az egyes ember számára azokat a szoftver kinyerési kútfőket, amelyekből felépül. Ugye az ember attól egyedi, azért nehézek ez a reinkarnáció és a karma kérdés, vagy a sorskönyv, az Erik Bernay sorskönyv, azért nehéz kérdés, mert az ember valójában a mémjeitől az, ami. És ezt most megint azért hozom föl, mert az most meg is mindig egy kicsit így visszakunkorodok, hogy azon a társadalmi greedek elmélete, magyarán a szociológiának az a kezelhető és társadalmat gyógyító vagy építő, a kultúrát, a zenét és egyebet építő struktúrája, az arról valahogy nem tárgyaltak a társadalmi mérnökök, elfelejtették azt, hogy az az osztály, ne haragudjatok ezért a szeminarista kifejezésre, nem tudok, nincs magyarul erre jobb kifejezés, hogy az a kasztrendszer, akkor itt mondanám, az a kasztrendszer, vagy osztálytársadalomban élünk, az azon túl, hogy annak megvan a maga sajátos szociológiája, amely kiterjed a művészetekre, a zenékre, de az is greed szerkezetű, emeletes. Olyan eltolt kaszt státusz rácsozatok léteznek a földgolyón, kvázi hagymahéjszerűen borítva a földgolyót, amelyek nem egységesen kezelhetők, és ezért ez a sokféle zene, látszólag sokféle zene, és sokféle para
meta és egyéb ügyek, pont ezekből a rács, az, a földet, az emberi kultúrát, vagy az emberi társadalmat beborító rács, szociológiai rács szerkezetek aszinkronjaiból jönnek létre. Amikor szinkronba áll bizonyos mennyiségű társadalmi strata, ezt így hívják az angol szakirodalomban, társadalmi réteg, greed, én greednek, mert jobb a greed, mint a strata, mert stratából van 4 vagy 5, ugye sudrák, bráminok, jött a baromság a régi. A gridekből pedig tulajdonképpen ahány zenestílus van most az ifjúsági zenében, az a 60, a glitch-től a dubstepen át, azok mind gridek, azon a, abban a kasztban. De amikor összeáll a grid, mint 1960-as években az ifjúsági Torzomborz gridek összeálltak egy pillanatra, és létrejött egy kulturális kommunió, globális, kulturális világnyelv, köznyelv. Egy olyan köznyelv, hogy az Aurora udvarán fölharsanó, 65-ben fölharsanó gitárszóló, guzlica, csürcsavar, világvége gitárszóló pontosan olyan otthonossá tette a 8 kerület ecetfáit, mint Berlinben mondjuk, vagy Amsterdamban, vagy Kalifornia, vagy anyámkénye. Otthon voltál egy pár évig. Ez megismétlődött egyébként a New Wave-vel, ott főleg a német terület volt megdöbbentően érdekes, de ott is létrejött egy köznyelv. És itt a társadalmi grid azonos szinkronitása és a köznyelv összefüggéséről a legfontosabb, amit a zenében, kultúrában, festészetben, stb. El tudunk mondani, ezek a pillanatnyi szinkronizációs, kulturális köznyelvek létrejöttek. 20-as években 60 hajóból álló zenekar között a Krímbe. 4-5 zeneszerző írt 60 hajóra, meg hajókürtre, 20-as évek. Amikor a Sturm und Drang, kinyílik a világ, 60-as évek. Azt hitték, hogy ugye 68-ig, 70-ig, amíg meg nem jelent a Mahavishnu zenekar, a Chinmoy, a Maharishi, Bhaktivedanta, amíg ezek meg nem jelentek, addig volt egy ilyen lidércmentes szabad jövőkép. Az ifjúság, a fehér ember ifjúsági köznyelvének ebbe kis grid podjában, kis nis, ökológiai nis, kulturális ökológiai nis bebezárva. Ugye arról mai napig nem tudunk, hogy a 60-as években Libanonban milyen zenei stílusok voltak, és mi volt ott a köznyelv. Megdöbbentő, azt kell mondjam. Írjátok föl, Libanon, Dabke, Dabke Music. 60-as évek, Libanon, Dabke Music. Írja, rá kell hallgatni. Tehát ezt akarom valahogy nektek kifejezni, hogy az extázis, a közös kommunió, ami megnyilvánul a társadalmi mozgalmakban és lecsapódik a kultúrában, az mindig ad egy pillanatnyi mennyországot, egy előrelépést, egy köznyelvet. A köznyelv azon alapszik, hogy amit te is tudsz, meg azt én is tudok, azt nincs minek leírni, azt csinálni kell. A barokk orgona mesterek nagy része ilyen sajtpapírra írta a prelúdiumait, de tudták, hogy 1000 kilométerrel odébb, 200 évvel később ugyanolyan jól le fogják játszani, hiszen tudja a nyelvet. Tudja, hogy hol kell díszíteni, hogy milyen ritmus, mi a tempó, a hang nem, hogy nem folytatom. A indiai zene nagy része és a jávai indonéz zenék nagy része is sajtpapírból építkezve képes volt. Több ritmikai szólamban egy halrajszerűen improvizatíve úgy mozogni, ami elképzelhetetlen volt már a korabeli európai zenében is. De itt is a mindenhol a köznyelvnek ez a megdöbbentő koordináló struktúrája érvényesül. Mint a hitleri fasizmusban. Ha megfigyelitek, a 12 évig uralkodó, vagy hogy mondjam, működő német közösség, itt, ez most borzalmas, erről nem szoktak beszélni, mert nem szabad, nem illik ilyenekről beszélni. A kommunizmus eme köznyelvéről és Sturm und Drang 5 évéről, amíg meg nem jött Lenin végső és a sztálini kivégzések,
addig ott is volt egy elképesztő társadalmi robbanás, kulturális is tesen, és ugyanezt megcsinálták a németek is, ahol egy egységes köznyelv, most ne firtassuk, hogy milyen polaritású ez a köznyelv, megmozdult az akkor kb. 60 milliós népesség, és most nem akarok ebbe, ez megint csak példa, ne értsetek félre, ez egy példa. Mint a 60-as évek ifjúsági, ugyanaz, vagy a Love Parade-nak az első 4 éve, vagy a Goa első 2 éve, ez minden, ugyanarról beszélünk. De például a németek 12 év alatt, most mindenki az autóutakról beszél meg erről, de nem beszélnek arról, hogy bázisokat építenek a déli sarkon. Hogy a fél lengyel hegységet átépítették ilyen belső rakéta tervezői meg kísérleti. Peenemünde szigetén, ahol a FAU egyeket. A Messerschmittek eljutottak a hangsebességekig, sugárhajtóművek. Nem folytatom. Mindezt 12 év alatt csinálták. Itt megint a köznyelvről beszélek. Mindig ezeket a harangörbeszerű társadalmi revolúciók, talán azért nem jó szó, mert soha többet nem lesz már ilyen. Ezek a köznyelvek társadalmi paroxiája, vagy hogy mondjam, ezt a haranggörbéjét, nem tudom jobban elmondani, mindig az állam és a korporációk védőfalain elporladnak. Minden. Az ifjúsági zenéket 73-ra tulajdonképpen tökéletesen kiheréli a piac. Jönnek a gótikus lánczenekarok, a csörgő-börgő. Jönnek a guruk, a megmentés, a túlvilág, a ganja, a prána és a reinkarnáció és egyebek. Egyébként itt is vannak megdöbbentő zenék, tehát megint azt akarom kihozni ebből, hogy ez a társadalmi gríd, ami az emberek agyába bevésődik, azért azt nem tudja megszüntetni, azt az ösztönneszezést, hogy az adott struktúrában az örökölt lidérc nyomásos szoftverek birtokában ne legyen még ugyanakkor zseniális. 4 évvel ezelőtt Al-Hakim el-Kassim Hussein nevű Abu Nidálos, tehát egy ilyen palesztin alkaidás terroristát egy ekkora dongó méretű drónnal lerobbantották a fejét, úgy, hogy ez a dongó méretű drón molekuláris mintát vett, genetikai mintát, hogy tutira annál a fejnél robbanjon, ahol stimmel a mintavétel, a sample. Ezt 4 évvel ezelőtt már megcsinált. Ezt megint csak arra mondom, hogy a tehetség elképesztő. Az ember képessége bármilyen gridben is, nisben, társadalmi nisben és bocsárban éljen, statisztikailag különböző arányban, de mindig áttör. Na most ezt kell összefoglalni, ezt az egész dumát erre akartam kihegyezni, na, ha megengeditek, hogy ilyen. Hogy ezeket kell úgy összefüggésbe hozni, hogy megértjük azokat a mocsarakat, amelyekből jönnek a szülők szoftverét, idézőjelben ezt most ilyen. És elfogadjuk azt, hogy különféle mértékben legyőzhető a társadalmi valóság, a művészetek, a képzelet, a tudomány által kizárólag. Hogy ezt mennyire társadalmilag, mennyire veszélyes tud lenni a művészet, idézőjelben, vagy a képzelőerő, ugyanis azért gyűlölöm a művészet kifejezést, hiszen én még nem találkoztam emberrel, akiben ne lenne valami művész, valami többlet, valami zseniális. Igaz, hogy olyannal sem találkoztam, akiért ne lenne valamiért kár. És ez így együtt tud lenni. De időszámításunk előtt élt Shi Huangti nevű kínai császár, 256 ő kezdte el a nagy falat amúgy. És akkor már a nagy múltú kínai zenében, már klasszikus zenében, tehát nem tingli-tangli nép, naponta változó, rugalmas
közösségi népzene, hanem birodalmi színvonalú, rögzített, kanonikus, tradicionális zene, időszámításunk előtt 250-ben már működő, kiépülve, a koreai még érdekesebb, megjegyzem, a, igen, mindegy, nem legyek rá. De Shi Huangti, volt egy 12 húros, nagyon divatos, klasszikus kínai hangszer, a Ku Chin, 12 húrja volt, és Shi Huangti elrendelte államilag, hogy csökkentsék a 12 húrt 9 húra, mert a 12 húról játszott birodalmi, közösségi zene túlságosan mély érzelmeket kelt az emberekbe, és ez veszélyes. Bocsánat, Platon államában is. Platon azt mondta, nem Platon, hanem Szokratész volt. Ő azt mondta, zseniális koponya, hogy a zene törvényeit addig nem lehet megrendíteni, amíg az állam törvényei meg nem rendülnek. Ugye értitek? Hogy milyen kibaszott igaz mai napig, hogy ez a borzalmas, beszűkült, műformailag irtózatosan szerencsétlen, szegényes zenei műforma, ami ma a fiataloknak jut. Hát nézzétek meg, hogy ugyanaz A-B-A-B-A-A-B-B-A-A-C legjobb eset. Értitek? Négy negyed? Hát jó eset. Nyolc negyed? Hát az már, az jazz. És így tovább. Értitek? A világzenéből mi lett? Habcsók. Übergeil, minta habcsókok. A 18 fokú perzsa hangsor, vagy hangzás, az egy csak egy habcsóka, négy negyed. Minden. Minden tradicionális zene áldozatául esett. A világ zombi világzenének. És így tovább, és így tovább. Egyébként Thomas Mannnál is van a Dr. Faustusban, amikor nem részletezem, de egy iskolában, hogy maga sok zenét hallgat, ez nagyon, nagyon veszélyes. Az egy veszélyes diák, mert sok zenét hallgat. Egy előadáson villant ez be nekem, amikor azt próbáltam ábrázolni, hogy elveszítjük a paradicsomot a zenében, és ez pedig akkor következik be, amikor a konfliktusmentes kollektív örömök helyébe az örömmentes egyéni konfliktusok lépnek. Ez a zene történet a barokk végén 1750 és az ifjúsági zenék 1973-as törésvonalára, ha értitek ezt a konfliktusmentes kollektív örömök, zenei örömökről is, de bár helyébe az egyéni konfliktusok problémái, problematikája lép. És amikor megnézitek a 70, akár 1750 utáni zenék, hogy egyre tébolyultabb Schönbergig, a Valhalla szöges drót dodekafon 12 fokusságig jut el az európai zene, ahol minden hang egy kicserélhető mindegyikkel, pontosan ugyanúgy, mint a T-modell gyártó sorában a beszállítói rendszer. Eljut az európai zene a Kanban, egy Lego típusú beszállítói Yamaha talált, aki kikötői szoftver, rendszer, hogy hogyan adagolják a beérkező Lego-szerű, hogy hívják ezeket a tartályokat? Konténerek, pontosan. Ezért a mai Cubase zeneszerző szoftver, 30 éve piacon van, 20-valahány, még az Atari-ban is, az pontosan megegyezik valamely módosítással a különféle kikötői rakodási, kockológiai, terep, geo, topogra. Na most itt megint arra a gridre jutunk vissza, hogy egy homogenizált társadalmi lét jön létre, ahol eltűnnek a művészetek, eltűnnek a tudományoknak azon részei, amelyek nem digitalizálhatóak. Amelyek nem digitalizál, jól mondom. Egy anyagtalanodási folyamat, én ezt elidegenedésnek írom le amúgy, és eltűnnek azok az ergonómiai, az emberi közösséghez tartozó ergonómiai rituálék, a kottaírástól a közös zenélésig,
de a tudomány azon műveléséig, ahol a csillagvizsgálóba éjjel 40 fokban is. Vagy a Bartók, aki Törökországban a stb. A Csoma, tökéletes. Meg őrítő, a Csoma őrítő egyébként, az a egyik ilyen őrítő dolog. De látsátok be, ez megint azt a grédet erősíti, vagy azt a búrát próbálom nektek átadni, azt a szörnyű, a búrának azt a szörnyű természetét, hogy ezekből is csak az marad meg, ezekből a kultúrákból, kezdve a Csomától. Ez egyrészt állat, iszonyatos sztori, pozitív és egy hőskörtemény. De a második része, ha ezt a Möbius agyatokat előveszitek, akkor kiderül, hogy csak az marad meg, amit a fehér ember megint. Ezekből a kultúrákból nem marad meg más, csak amit elhoznak onnan, amit megértettek, hogy el kell hozni onnan, mert ott tényleg elpusztul, ugyanakkor tényleg elpusztul, mint a 78-as lemezek Indiában, a Trágyadomban. És egy ilyen prolinak idéző, tehát egy ilyen, mint én a kommunizmusból, a Hungisztánból kell ugatni 20 évig Bombéba adott helyen, hogy ez fontos. Közröhely. Megint a greed, hogy hova? Tehát milyen tudattartalmak vannak egy időben, ez a greed. Milyen tudattartalmak vannak egy időben jelen a világunkban, amelyek már képtelenek közösséget alkotni. Köznyelvet. Na most ugye gyerekek emlékeztek a Pearl Harbor-t, ez a névmondalom. Tonkiniőből Vietnám. A vietnámi háború indító pillanat. Pearl Harbort 3 héttel előbb tudták az amcsik. 3 héttel előbb tudták, hogy jönni fog. A Tonkiniőből 6 héttel a kiborobbanás előtt odavezényelték azokat a fals hadihajókat, amelyeknek az elsüllyesztésével rá tudták kenni a vietnámiakra a háború. 68 ezer amcsi halt meg ebbe a játékba, többiről ne beszélünk, van 10 millió sárga féreg pusztult el a napalmba és a oranzs lombhullató vegyszerek esetleg. A tornyok ugye összeomlottak valamilyen oknál fogva, ahol elképesztő arab terroristák zsebkéssel és dugóhúzókkal eltérítettek repülőket, mint tudjuk a hivatalos. És a 2500 fokon égő acélvázak az 1500 fokon maximálisan égni tudó kerozintól elolvadtak, és dán tudósak orvul felfedezték, hogy olyan termit nevű anyagot találtak a pillanatok alatt elszállított romokból, ami csak az amerikai hadseregnek van a világon a mai napig. Ezek most, és befejeztem a konteózást, mert még 40 ilyen sztori van, amiket nem tudtok összerakni. Nem lehet összerakni. De azt jelenti, hogy amikor ez mind lezajlik, és a Michael Moore-nak megtapsolják a filmjét Cannes-ban például, amikor bebizonyítja, hogy az iraki háború az olajdollárról szól, és a Saddam Husseinnek nem volt vegyi fegyvere, hanem csak nem dollárért akart eladni az iraki olajat, mert az egész amerikai világkapitalizmus az olajra épülő fedezetlen pénz kibocsátás egyetlen fedezete az olaj, és ha azt nem dollárért veszik meg, akkor vége az amerikai birodalomnak, ezért pusztul el Líbia, a muzulmán szövetség, Al-Qaida, ISIS, és most darálhatnék, hogy mi az olajdollár lényege, a világuralom és a kultúránk mögött ilyen kibaszott, pórias szempontok vannak, ugyanúgy, mint a nagy középkori katedrális építések mögött megdöbbentő módon az amerikai kukoricát fedezhetjük föl, ugyanis az amerikai kukorica dúsította föl a munkamegosztásra alkalmassá váló városállamok népességét. Így készült a több szólamú misék. Így jöttek létre. A nagy orgonák és orgonaművek mögött a gyarmatokról elhozott kukorica található, és ez borzasztó így.
Sproller. Nagyon, nagyon földhöz ragadt ez a szemlélet. Ezért jobb Istenben bízni, és az isteni gondviselésre bízni a kultúrát és a közösség jövőjét. Egyébként ez mind ugyanakkor, most fordítsunk megint, és ezért a harag örök. Örök a harag, hogy azért, mert az emberek ennyi hülyességet összehoznak, ennyi önpusztító, kártékony, jövőpusztító gondolatot összehoznak, ez azért van, mert nem kapnak rendes információt. Nincs rendes információ. Mindent elkövet, hogy dirib darabra törjék a tudatodat. Mindent elkövetnek. Lezuhan Roswellbe az UFO, ki tudja, érdektelen tulajdonképpen, mert nincs. És két nap múlva, miután elkezdtek írni erről, elkezdték az összes környékbeli és országos újságokba elkezdték hinteni, hogy az UFO-k, a kis zöld emberek, és három nap alatt kiherélték. Lehet, hogy egy olyan eseményt, ami a világ történelem egyik legfontosabb esemény. De így, hogy elkezdték nyomni a mémeket, teljesen érdektelen nyilván. Megint a mindennapok, értitek? A mindennapi tudat és a valóság. És ami rád épül, ugye? A technológia, a technoszféra. A Földnek egy újabb hagymaszelete, egy újabb gríd, az általunk nem ismert katonai technoszféra. Nem tudjátok elképzelni, hogy milyen fejlesztések volt. A Lemnek van egy könyve, a Legyőzhetetlen, 62-be írta. Lem volt egy ilyen zárvány egyébként, egy megfoghatatlan zárvány többféle értelemben. A Legyőzhetetlenben olyan a robot hadseregről ír, olyan legyekről ír, ami a ma a drónok. Csak ekkorák voltak ezek a legyek, három helyen tudtak érintkezni, és amikor felhővé alakultak, akkor kitörölték a járművek, komputerek és az emberek és az élőlények agyát. Olyan elektromágneses mezőt hoztak létre, amivel rájött a technológia, ugye annak idején, mert évszázadokig ment a technoevolúció, hogy egyre nagyobb gépek és atombombákat építettek a robotok egymás ellen, és rájöttek, hogy hiába csak a Föld elpusztul. Tehát ami ma folyik, hogy nem lehet még egy cárbombát építeni, mert Novaja Zemlja elrepül. Az olajjal együtt. És ezért elkezdték, létrejött a rovar hadsereg, amelyik nem a hardvert pusztította, hanem a szoftvert. Na ma ezt csinálják a amcsik. Ilyen T-alakú kis drónokat. Méheknek nevezik, mert a britek és a japánok igazi méheket építenek, nem tudom, hogy tudjátok-e, mert pusztulnak a méhek, és a beporzás, stb., és millió számra építik a mű. Nem tudom, hallottátok, felképesztő helyes kis drón méheket építenek. Na, de ezzel párhuzamosan ezt a T-alakú elektromágneses mezőt létrehozni tud, ami ugye az adattárolókat is pusztítja. Na most gondoljatok bele, hogy milyen elképesztő, zseniális. Ezt mindig valahogy felülbírálja a tornyok sztória, most a Covid. És a legmegdöbbentőbb ebben az a tudatnak a magyarmatosítása, hogy miután most megint visszahurkolok, hogy miután ez teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy itt ez nem tudjuk, hogy történt, de nem úgy történt, ahogy ezt ledugták a pornép torkán, és nem történik semmi. Na most ez a lényege ennek az uralmi tudat és uralmi technikának, és a Google, és a Big Data, és most jön a Big Data. Az a grid, amelyik már egy nagyságrendekkel nagyobb, és globális gridet, hálózatot, rács, amiben élünk, szambázunk, milongázunk, ki a Big Data? Mire használják? 4 vagy 5 évvel ezelőtt külön pénzért megint leisztoltam, ugye? Iowában volt egy társaság, amelyik hozzájutott, most ezt nem tudom, hogy legálisan vagy nem, már nem emlékszem erre, a Facebooknak egy olyan 60 milliós adatbázisához.
És vették arcátlanul, vették a fáradtságot arra, hogy nem kereskedelmi célra használják ezt a big data algoritmusokat. Erre elkezdtek írni, ennek a feldolgozásához elkezdtek írni algoritmusokat, hanem valami másra. És azt mondták, ez a bizonyos, és itt a közösség megint, a közösségnek egy bizonyos átütő ereje áttörte egy pillanatra a kapitalizmus vakolatát, és megjósolták, hogy a 60 milliós adatbázis alapján a tereferék és egyebek során, amiket lenyaltak a Facebook adatbázisról, megjósolták, hogy 4 hónap múlva egy nagyon súlyos influenza járvány lesz Iowában. És tényleg egy nagyon súlyos influenza járvány. Magyarán a big data a jövőbe láthatna, ha volna algoritmus. A big data-t, ha a parlamentekben használnák, mondjuk járvány, óvodai elhelyezés, csatornázás, beoltás, benzinadó, mondjak bármit, akkor kezelhetőbbé válna a társadalom, rugalmasabbá, kezelhetőbb. A lényeg az, hogy a kapitalizmusban egy óriási haszon van a pillanatnyi finansz oligarchikus kapitalizmusban, ez pedig a tőke, a allokáció globális mérete. Hogy egyetlen egy világrendszer, multi, körülbelül 4000 ilyen nagy multi van, nem érdeke az atomháború. Ezért azért nem lesz szinte 100%-ra állíthatóan atomháború, mert egyik világcégnek sem érdeke a kihelyezett tőke allokációit lebombázni. Tehát egy megdöbbentő brontoszauruszi beteg, tökéletesen beteg rendszer, penész virága és bizé alatt élünk globálisan, de amikor az a, hogy még 40 dolog jut ilyenkor mindig az eszembe, csak nem akarom már torlasztani a dolgokat. De a migráns kérdést most ide kapcsolom, ha megengeditek, hogy megint Möbiusként csavarunk egyet a világrendszeren. És belátjátok azt, hogy egy helyen, ahol a tőke allokáció, mint Nyugat-Európa, telítődik, elfogy a nyugdíj, elfogy a munkaerő és a szavazóbázis. Előregszik a társadalom, és már nincs hova mit beruházni, mert már az UFO-k támadások elleni fogyasztói szokásokat is becsatornázták a piaci rendszerben. Nincs reciklikus tőkefelhalmozás és profit. Azaz telítődik egy társadalom. Mi kell egy ilyen telítődés elhárításához? Ember. Migráns. A migráns, hogy buzi, LMBTQ, zsidó, arab, nigger, teljesen mindegy. Fogyasztó. A fogyasztó reciklálja a társadalmi rendszert, amelyik a többlettermelésre épül, a túltermelés. Ugye? Tudjuk. Ha elfogy a reciklus, a túltermelés hozama csökken, telítődik tőkeileg a társadalmi felszín és a gazdaság és a földrajzi tulaj, akkor apokalipszis van. Akkor vége a rendszernek. A reciklus fönn kell tartani, és be kell hozni bárkit. Bármi áron bárkit be kell hozni. Ezért ez a baromság, amit itt mondanak politikailag, meg a francia kastélyban az öreg úr, hogy lakosságcsere van, meg ilyen fasság, de marhaság. Fogyasztók vannak. Az egész probléma egy rendszer hiba, a túltermelés profitrátájának a fenntartása érdekében létrejött korrekció. Ez a migráns kérdés. De erről nem beszél senki. Nem beszélnek arról, hogy ez azért van, mert részvénytulajdon van. Ti tudjátok, hogy az IBM-nek hány részvényese van? Ez az adat hozzáférhetetlen. Nem találjátok meg a Deep Web-en sem, hogy a Facebooknak mennyi a részvényese, milyen elosztásban van. Pedig a részvénytulajdon nem más, mint az elosztott, a globálisan elosztott teljes társadalmi felelőtlenség.
akik érdekelve vannak bármilyen létező részvényben, azok érdekelve vannak a rendszer fenntartásában, a reciklusban. Ha a reciklus telítődik, akkor azt meg kell menteni valamilyen módon. Ez történik most. De ez nem ideológia, meg faj, meg ilyenek. Hát a digitális kapitalizmusnak az eldigitalizálódott, az elpénztelenedett, az elzenei hordozótlanodott, az elanyagtalanodott pillanatnyi elidegenedett kapitalizmusnak, ahol már az emberi test is egy elmállott memetikai pénzügyi akció, főleg a gyerekek, ott nem, ott ilyenről. Értitek az utánégetést, az utántöltésnek ezt a társadalmi módját? Hol van itt a közösség? És akkor megint fordítunk egyet a rendszeren, és megkérdezzük azt, hogy hol van itt a közösség. Hogy lehet meggyógyítani ezt a rendszert, amelyik ilyen, többé-kevésbé ilyen összetevőkből. Itt jön be az a kérdés, hogy amikor egy művészeti performance agyaggal teleizgatja magát, és fetreng a földön egy múzeum bemutatón, tiltakozva a világ megsérülése ellen, az mennyiben járul hozzá a világ megváltásához, ahhoz képest, hogy egy Nestlé termékmenedzser hogyan osztja el az áruját a földön? Melyik van nagyobb hatással a klímára? Ne haragudjatok ezért a pointilista ugra-bugra, hogy itt meg ott meg a mód. De látjátok azért mindegy, hogy összefüggenek a dolgok. Tehát, hogy van valamiféle kohézió ezekben a dolgokban. Itt nem csak a társadalmi rendszerek és a szülői szoftverek együtt hatói, hanem azon közösségi, megvalósuló, köznyelvi, közösségi pillanatok, amelyek ellen tudnak dolgozni, emiatt az időszámításunk 10 000 éve óta mindig a közösség lerombolásában érdekelt hatalmi, kulturális, katonai, stb. Erők ellenében az egyetlen ilyen mód, ha egy olyan Gesamtkunstot hoztok létre, egy olyan trans-society-ről beszélek, amelyik ilyen hagymahéjszerűen beburkolja ezt a földgolyót, és a való világ, a való lakosság, a való társadalom számára láthatatlan. Ez a struktúra, amiben ti is vágytok, gondolkoztok és éreztek, és amit te meséltél, hogy ókeresztény, ez az én egyik régi hasonlatom, hogy a római birodalomban és a katakombában leszoruló ókeresztények váltották meg egy idő után a birodalmat, elpusztították a termeszek, elpusztították a birodalmat. Ma annyiban nehézebb ez a Gesamtkunst, ez az összefogás ilyen értelemben, amelyik azért elindult, mert én Új-Zélandon is láttam olyan gyerekeket, akik az Istennek sem akarták agyon lőni a rigókat. Csuzlival valamilyen oknál fogva nem akartak rigókat, vagy se nem békákat, speciál volt béka. És ezt már vidéken is elő, Magyarországon vidéken is már láttam, nem sokat, de láttam, hogy nem ölik meg a kutyákat, nem láncon tart, stb. Tehát valami elindult, egy Gaia feedback, egy evolúciós feedback, pozitív feedback, mert van a negatív, ez pedig az AIDS, és így tovább, majd erre is. Elindult, és ezt a trans society-nek kell tudnia megváltania szociológiai. Ha a ókeresztények szociológiai mennyisége összeadódik, és a tudattartalmak az így módon nehezített, tönkretett, és a szülők által is legyalázott és nehezített sorskönyvek ellenére összeadódnak ezek a dolgok, és ha túléri az ökológiai rendszer, ezt megint muszáj Möbiusként, tehát záradékként hozzá kell tennem, akkor lehet győzni a birodalmat. Így állnak össze a látszólag egymástól idegen világok, holott nagyon, nagyon kézzelfoghatóan, ha józanul, középkori kukorica szintje. A csodálatos rózsaablakok, és ez a fantasztikus, a C-moll passzagalja fújnánál, Bach követte el. Tényleg a valóság legyőzése. Elérhető a valóság legyőzése mindenféle metafizika.